október elején a Kolibri Színházban tartotta 26. összejövetelét a Nemzetközi Polyphonics Fesztivál. Ez a hangzóköltészeti, vagy hangzó, nem is tudom pontosan, hogy fejezzem ki magam, jó ez a hangzóköltészet? Hát használják így is, úgyis hangköltészet, akusztikus költészet, és itt tovább. Tehát az akusztikus költészet egy határok fölötti, és a valóságot mégis valamilyen szinten tükröző eseményeknek adott életet. Zawiośniało lato pędzi przez jesienność Białośnieże. Kinematograf, kinematograf, kinematograf. Słowikując szeptolesia falorycznie caru zjeją. Gondolja, a futurizmus, mint mozgalom még élő létező dolog Lengyelországban? És egyáltalán mi a helyzet a avantgárddal manapság Közép-Európában? Én úgy érzem, hogy a futurizmus, mint mozgalom mára már kihűlt, elhalt, inkább csak törmelékeivel, utórezgéseivel találkoztam az elmúlt években. Tudja, a futurizmus egyik alapvető jellegzetessége volt egyfajta dinamizmus, a technikai fejlődésbe vetett hit, és ez az, ami mára már teljesen eltűnt, és így nem is lehet jelen a költészetben sem. Ezeken az eszméken túlhaladt a kor. De az igaz, hogy Közép-Európában és így általában Lengyelországban is, amiről én valójában biztonsággal tudok beszélni, egy erős avantgárd mítosz és avantgárd utópia még mindig jelen van. De azt is gondolom, hogy mindez nagyon problematikusan jelentkezik a művészi formákban és a művészi gyakorlatban, amelyeket, mint tudja, avantgárdnak nevezünk. Szerintem, hogyha most ezt a periódust nézzük, akkor elég zavaros szituációt látunk, az úgynevezett posztmodern világ káoszát, amely szorosan kapcsolatba hozható a letűnt úgynevezett kommunista világ káoszával. Nagyon nehéz dolog ezek között, a jelenségek között eligazodni, miután a kommunizmus importált egy bizonyos társadalmi modellt és egy ennek megfelelő művészeti modellt, bár a művészet mindig harcolt ezek ellen a modellek ellen a maga eszközeivel. Most viszont nyugati modelleket importáltunk, és mindenki összezavarodott ebben a szituációban. Before dropping back. Azon belül, hogy avantgárd költészet, vagy hangzóköltészet, ezek a nemzetközi fesztiválok, mondjuk Közép-Európa, mekkora súlya esik alatban, illetve mennyire tekinthető mondjuk ez a fajta hangzóköltészet közép-európai műfajnak? Elég nehéz és összetett kérdés, mert azt hiszem Franciaországon kívül, ahol azért elég komoly hagyományai vannak ennek, fesztiválokat is beleértve, nagyon sok fesztivált és ilyen seregszemlét tartanak hasonló témára. Tehát rajtuk kívül nem igazán létezik. Hát Spanyolországban és Olaszországban is alkalmanként vannak ilyen fesztiválok. Most itt lesz Reányi Konova és Szerszegaj Oroszországból, akiket elég régóta ismer a közönség. Romániában működik egy a Szent Anatónál az Anart Fesztivál, most már hiszem, hogy az 5. alkalommal volt, szintén elég erős, mondhatom nyugodtan, hogy most már hagyományai vannak, Erdélyben, Romániában. Nálunk Szlovákiában 8. alkalommal szerveznénk az idén, de most már egy évet késni fogunk vele, tehát jövőre lesz a 8. Studio RT Fesztiválon, szintén multimediális művek jelennek meg. Before 89 után volt érezhető egy fölfutás Kelet-Közép-Európában, vagy a volt szocialista országokban, amikor megnyíltak a zsebek, megnyíltak a fiókok. Most már azt hiszem, hogy kicsit helyre rakottak ezek a dolgok, tehát már túl van ez a divaton, és most már az értékek kezdett térbe kerülni. Kiwi!
petit poème. Orage, orage, melon, poire, mandarine, kiwi, Szó sincs arról, hogy a hangköltészet középkorban költözött volna. Örömmel mondhatjuk viszont azt, hogy a hangköltészet Közép-Európába is betüremlik. Így mondom, hogy betüremlik. Tehát nincs még jelen, de jön befelé. És a fiatal nemzedék, ma este is volt egy egészen fiatal költő, aki nagyon jó hanganyagot adott elő. Tehát ez a betüremlés, ez valahol a tehetséget, hogy is mondjam, fölerőszakolja a felszínre, mint amikor egy csíra áttöri a föld erejét, és kibújik a napfényre. Szóval úgy érzem, hogy most ebbe a fázisba vagyunk. De én ezt jó optimista vagyok, de ne legyünk optimisták, vegyük a hétköznapi tényt. Ezelőtt 10 évvel Magyarországon, itt Magyarországon egy vagy két élő hangköltő volt, ma van 30. Ezt én akárhogy is veszük, ezt egy marha nagy eredménynek tartom. Az utolsó képsorokon egy hangszobrot láthattak, amelynek hangzóanyaga a világ számos rádiójának szignáljából állt össze.